Jaj. Szia Ender! Ja, Ender! Szia Mazur! Sziasztok! Szia Bő! Bő, Lajos! Jó reggelt! És GameStar TV! Illi néni! Aréna, Illi néni pont az előbb ment haza. Rémes. De beintegetett nekünk. Vagy beintett? Beintett Illi néni. Azért az szép lenne. Ma nagyon összefogottan próbálunk arénát készíteni, aminek az az oka, hogy már késő este van. És Ender már eléggé elfáradt. Ezért egyből csapjunk is a lecsóba, vagy mi is a legújabb mondás, divatos mondás ez a ott van a szeren? Csapjunk a tofuba. Csapjunk a tofuba? Csapjunk és az ott van a szeren, az nem divatos mostanában? Te most iralizálsz, igen. Húzogatod a bajuszon. Kezdjük el, első kérdésünk. Múlt havi adásban elhangzott, hogy aki cikkírónak szeretne jelentkezni, az mit csináljon? Többen kérdéssel fordultak hozzánk, hogy pontosan nem értették 100%-osan, hogy mit kell tenni. Na most akkor a procedúrát magyarázzuk. Igen, tehát aki nem értette, hogy az arena@gamestar.hu-n kell jelentkezni, és nem az arne@gamestar.hu, annak most elmondtam még egy. És aki jelentkezik, az azonnal küldje is a próbacikket, tehát ne írjon egy levelet, hogy Szeva Gyújén jelentkeznék, mit kell csinálni. Fogjon egy GameStar-os cikket, nyissa ki az újságot, itt van egy újság, nyissa ki az újságot. Na most már nem ilyen könnyű kinyitni, mert most már ilyen széles. De keressen magának egy cikket, mondjuk itt egy cikk, lesse le, hogy ebben a cikkben milyen boxok, milyen bekezdések és egyebek vannak. Így van, és a chartban legalább 3 legyen, és a kiemelt mondat az maximum 120 karakter. És legyenek képaláírások is. Tehát egy GameStar-os cikk mintája alapján készítsék el a próba cikket, annak a nótájára. arena@gamestar.hu címre küldjenek el, és ne kérdezzenek tőlünk ilyeneket, hogy hogy kell, elmondtuk. Így jó lesz, korrekt? Így van. Akkor haladjunk tovább következő kérdéssel. Arra kíváncsi Mariák Miklós, hogy mit gondolunk a jövő nyáron Japánban megjelenő... Hát, hogy mit nem gondolunk? Nem ő mit csinál, hanem vele mit csinálnak, mi mit gondolunk? Ja. Ja, ez a neve, bocsánat. Mariák. Az egy primitív neveken viccelőd, és sosem vagyunk ki szállásokban. Mariák Miklóstól, igen. Mit gondolunk a jövő nyáron Japánban megjelenő Dragon Ball Online játékról? Hajne. Ehelyesebben ez egy MMORPG lesz. És lesz... egy milliós sudoku, hogy hívják? Shongoku? Shongoku. Shongoku, meg Hun Shongoku. Hun. Shongoku, Hunter Shon. Ti néztetek egyáltalán valaha Dragon Ball-t? Nem. Igen. Mesélj. Mit? Jó. Rettenetes volt. Én azon csodálkozom a legjobban, hogy nagyon sokan szeretik. Sőt, nem csak, hogy szeretik, hanem ilyen kulcs státuszban van, sőt, azt mondják róla, hogy jó. Figyelj, virágoszék minden virág. Én sosem értettem azt például, de mondjuk én a mangával kapcsolatban vannak nekem elve ellenérzéseim, de tiszteletben tartom idegen népek kultúráját. Nekem a mangával az ergek óta tényleg így figyelek erre. De amikor így embereknek ilyen alakban áll a szája, csukva van a szemük, és a szemük sarkában így egy ilyen könycsepp remeg, hogy kifejezze azt, hogy ők milyen mélyen felindultak, ott nálam az egyet jelent a Chanel app-pal, vagy a Chanel down-nal. De most sokan nem fognak minket szeretni, hogyha ilyen kijelentéseket teszünk, mert imádják nem, a... De én például szeretem. Például a... Ghost in the Shell-t fogja mondani, amit nyilván mindenki szeretne nagyon. Igen, Ghost in the Shell. Igen, én nem szeretem a Ghost in the Shell, de viszont... De most már én sem szeretlek téged, de még azt mondom, a the Vampire Slayer című animét tudom ajánlani mindenkinek, az nagyon jó. És a Dragon Ball Online MMORPG, megyünk rédezni majd Shongoku-val? Nem hiszem. Az... Majdnem megmondtam, milyen élet. Nem mondta. Szóval Hát akkor kedves Mariák Miklós, sajnos nem fogunk találkozni Dragon Ball Online-ban, mármint neked sajnos. Hát meg ha csak japániban jön ki. Hát miért olyan jól tudunk japánul, domo arigato, meg minden. It's nice sunshine. Toljuk ezt nagyon. Következő kérdés, kedves GameStar, azt szeretném kérdezni, hogy vége van-e már az MMO mániának? Haj, eddig vége volt, de most újra kezdtem. Ezt kérdezte Jokán Máté.
Tehát eddig a pillanatig 2007, majdnem november 1-je van. Igen, ezt lezártuk már az arénában, legalábbis a papíros formátumban, de mi látszik, hogy most már itt az a tévés verzióban is le kell, hogy ne beszéljünk. Nincs már több, no more, game over, mármint GMO. Annyira magam alatt vagyok ettől a témától, olyan szar az életem tőle, úgyhogy hagyjuk. Szóval no more emo, ne is írjatok nekünk többé emo témakörben. Ha egyszer bemutatnám. De elmosolyodott, ez nem hiteles. Kamu emos. De hogyha megfojtaná a kamerát és megmutatná a fejét, akkor látná mindenki, hogy a legnagyobb emo haja van a világon. De ezt nem, de nem azért, de Berkenye a láthatatlan ember. Ő igen, Secret Man. Egy emellett Jokán Máté még azt is mondja, hogy a MyVPN klubot nyitott GameStar olvasók néven mindenki csatlakozzon, aki olvas minket, sok sikert kívánunk. Hát, de a GameStar írók klubba belépett. Hát például, de az biztos, hogy nem lesz sok százezeres. Ezért nem volt felhőtlen a kijelentésem. Következő kérdésünket Pechlov Spét vagy Speed. Mert ezeket volt... te találod ki ezeket a neveket. Dehogy is. Voltak vitáink vele. Voltak vitáink vele, mert múltkor is rosszul ejtettem ki a nevét. Van a Fantasy Name Generator. Azt mondja, baromi jó volt a rekláma a GameStar TV-nek a mélyvizében, csak ne olyan legyen, mint a kereskedelmi tévéadókon. Földön fetrengett a röhögéstől, és a szüleim nem tudták, mi baja van. Életében először szeretett volna egy kis reklámot még nektek. Tetszett az a múlt havi reklám bejátszása? Mélyvízben. Aha. Tetszett. És van szerintetek értelme, mert szerintünk van. De egyébként, hogy ilyen jó pofa szerintetek van, de szerintünk van. Igen, igen. Például az Ender Mazur show keretein belül nem terveztek a jövőben valamilyen kis kikacsintást a külvilágra? Hát mi nem vagyunk az a kacsingatós fajta, értem, mire gondolod. Én abszolút. De értem. Még bármi lehetséges. Akkor következő kérdés. Azt mondja, hogy Bunda Balázs, neki is azért No Man Is No Man neve van, kedves Balázs, gratulálunk. Nézem a GST-t is. Azt mondja, ha lehet ötletet adni, akkor azt mondanám, hogy lehetne olyan dolgokat kitalálni, hogy közben pókereztek, és aki nyer a menetben, az kitalál egy témát. Hát én ezt nem találtam viccesnek ezt a dolgot. Nem tudok pókereztem. Hát kőpapírólóval majd megoldjuk, hát addig nem, most a Witcherben kocka pókereztem, az már megy, ott már megértettem, mi a egy pár, mert ugye két egy fú. Elmondom, hogy így kell nézni. És időnként azt mondod, hogy Royal Flush. Meg időnként így... Emelek. Leteszed a lapjaidat, és kirohansz. Én a pókerből csak azt szoktam látni, amikor a sporttelevízió közvetítésében a Balázs Klári és a Korda Gyuri együtt nyomulnak. Király vagy 9-es. És akkor a Korda Gyuri meg üvölt, hogy all in, all in, all in! És akkor Balázs Klári így... Ez jó lehet, ezt nézed? Nem, körülbelül egy ideig szoktam, tudod, véletlenül így, ahogy így a Channel App, ahogy te is említetted, új magyar szakkifejezéssel jelve, véletlenül oda kattintok. Egyébként szerintetek miért ennyire népszerű a póker, mint televíziós műfaj? Tudom, ez most... izgulj. Nehéz, de most mind. Tehát őszintén szóval ülnek a fickók egy asztal körül, ott izzadnak, mint a ló, körülbelül háromszor olyan meleg lehet, mint itt, és akkor egy... Néha húznak egy kártyát, és akkor mindenki így... Hát szerintem ez ilyen tökéletes fotelsport. Tehát ugye vannak ilyen egyéb sportok, amikor emberek futnak egy ilyen zöld pályán, nem tudom, biztos láthatok már olyat, és ilyen labdát rugdosnak. Az is egy baromság, tehát kimelegedsz, megfázol, meg eltöröd a lábad. Nem ihatsz rögtön, utána hideg, hát mert lefut a labda, utána aztán, amikor utoléri, meg elrugja. Szóval teljesen hülyeség, így van. Szóval, és akkor az ember ugye ül a fotelben, fogja a kis serikéjét, és akkor hogy ilyeneket csinál. Megvan neki is a kultúrája, de ezért mégiscsak jobb olyan sportokat nézni, ahol hozzád hasonlani komódosan üldögélnek emberek. A sakk az megint más tészta, mert neki nagyon fura fejük van. Meg így ülnek végig, azt nem tudom, láttad, de meg így. Hát meg igen. A sakkozók meg egyébként is a Ghibli nagymeste így beszél a tévében. Hát az meg a másik. Lékó Péter pedig így néz. Te a Lékó Péter nem egy kicsit nagy arc? Kell. Hát én nem akartam nevesíteni a Lékó Péter. Én láttam egyszer egy repülőtéren, hát utána hárman hozták az arcát. Külön gépen repült az arcát. Hát iszonyat. Én elismerem, hogy ő kiváló sakkozó, de most erre lehet valaki ekkora? Hát mire legyen arra, mindenki arra, mire. Én tényleg iszonyatosan nagyra vagyok a spagettieimre. Olyan spagettiket főzök. Na miért? Ez én Milánói, bolognai. És te tejbe papíra? A kakaója is jó.
legközelebbi GameStar TV felvételre hozná Spagettit Mazur, mert én azért azt szeretem. Átalakulunk ilyen függőző showvel, és akkor még egy kis ízé showt dobok bele, azt így kell figyelni. Szerintem igen. Ezt megtanultam Paprika TV-n, azt nézem ott, azon nem lehet mellé lőni. Ki is a főfőző? Hogy hívják azt a hölgyet? Én nem szoktam ezeket a főzős műsorokat sem nézni. Csala Zsuzsa? Nem a Csala Zsuzsa, hanem Stál a Judit. Stál Judit, ez az. Majdnem. Stál Mazur konyhája, na? Nem hiszem, hogy beengedne a Stál Judit a konyhájába. És te őt a tiédbe? Hát már nyugodtan jöhet. Oké. Okay. Hát akkor el ne tűnjön valami. Stál Juditnak üzenjük. Megnézem, tudom mennyi cukor volt. Stál Juditnak üzenjük, hogy Mazur sok szeretettel várja a konyhájában. De addig haladjunk. Ez egy kicsit azért félrejthető. Akkor mégse sok szeretettel. Hát előzetes egyeztetés során bejött. Ha már erről van szó, azt kérdezi tőlünk Matthias Márk, hogy nem csinálunk-e rendes GSTV-t. Szóval. Szerintem milyen lett a... Miért most a rendetlen GSTV-t csinálunk? Nézd körül az asztalon. Mik ezek a kábelek? Csinálunk-e majd rendes GSTV-t, ami például minden vasárnap menne interneten élőben, például sport délután gyúval? Hát... Jó, de ezt te fogod csinálni, vagy átjössz hozzánk. Világhódítási terveink között van, hogy a világbajnokság döntőjét élőben a helyszínről közvetítsük a GameStar TV segítségével. 2010-ben Dél-Afrikából, ugye ezt előre bejelenthetem, hogy ez a terveink között van, hogy sikerül-e. A bőnek a pénzügyi tervbe ezt már sikerül beilleszteni? Hát, még nem tud róla ez egyelőre az én jövőbeli GameStar TV-s, hogy úgy mondjam, 3 éves tervezetemben van benne, mint csúcspont. Mm-hmm. Tehát, hogy elérjük azt a csúcspontot, hogy a dél-afrikai labdarúgó világbajnokság döntőjén a helyszínről tudósítom a VB döntőt. Ez benne van a hosszú távú fejlesztések pontokban, az XLS-ben van benne a hatodik izén. A nevetséges kiadások. Olo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 l
mire elkoltani. Kinicki Kálmán kérdése következik. Ő azt mondja, hogy nézegette a mellékletet, és megállapította, hogy a régi számok képein nagyon alacsony árak szerepeltek, és hogy mekkora árat növeltünk. Én utána néztem a dolognak. A CD Galaxis árlistáját néztem? Nem. A mi honlapunkon nézte ezt. A régi borítókon, ugye a kék GameStar-os borítók vannak kint az online-on, viszont ez pedig már az egységesített GameStar, ez az ezüst GameStar-nak a leszármazottja. Sokan kérdezgettek egyébként erről az áremelésről, ami hány év után? 5-6? Szerintetek mennyire szignifikáns egy 5 év alatt egy 100 forintos áremelkedés? Nem, mert az volt, amikor csatlakozott ugye hozzánk az 576 kilowatt, és nem, hogy azt a számot nézte be? De, könnyen lehet. Hogy 576-hoz képest tényleg több a mostani ár. Hát egy kicsivel. Ja. Szerintetek 5 év alatt 100 forint az mennyi? Sok? Kevés? Hát attól függ. Ha kávégébe kell bedobni, pedig nem ad vissza, akkor rengeteg. Hát ha ennyi lenne a fizetésem, például 5 év alatt 100 forint, akkor nem bedobnék. Aha. Ilyen szempontból kevés. Tehát tegyük hozzá, hogy kedves Kálmán annyiban tévedett, hogy a GameStar áremelkedése az az ezüst GameStarokhoz képest volt, lévén a kék GameStar, amelynek a borítói az online-on kint vannak már 2 éve. Azt hiszem, másfél-két éve nem létezik. De hát akkor mondjuk el, mi volt, mert a kék volt az, ami, így van, ami CD mellékletes volt. Még jó, hogy piros GameStar borítók nem voltak kint az online-on. Az volt a szép világ. Következő kérdést Marcinkó Máté tette fel. Van egy gondja. Igen? Nem tudja eldönteni se ő, se a húga, aki 12 éves, figyelem, hogy milyen állattal baromkodtatok ti az Ender és Mazur Show első adásában. Milyen állat volt a két kutya mellett? Ő valami kozmikus űrzsiráfnak nézte, vagy zsifántnak? Ami jó, ugye jó, a zsiráf... Elefánt zsiráf, de el is hangzott Berkenye tolmácsolásában. Ő tudja, mert ő a gazdája. Igen. És akkor ő a hurka úr, az elefánt zsiráf, akkor ezt nem tudom. Hurka úr kutya. Akkor egy kutya. Meg praktikutya is egy kutya. Tehát praktikutya és hurka úr kutyák, elefánt zsiráfnak akkor nincs neve. De Laci. Hogy hívják? Berkenye nem tudja, Berkenye csak úgy hívja, hogy gyere ide. Elneveztük gyere ide, takarodnak. Emlékeztek ti arra a Louis de Funès filmre? Horgász a pácban. Azt mondja nekem,
Nahaj Mátyás, és ezt nem találom ki ezeket a neveket, de most halál komoly. Tehát Nahaj Mátyás, hogy ő úgy látta a MyVPN, hogy én is sokat kínlódom a spamekkel, és nem érti, hogy hiába mondják el az embereknek, hogy ne küldjenek körbe idióta körleveleket, hogy ezt miért teszik. És szeretné, ha ezt elmondanánk, hogy kérem emberek, ne higgyünk már az ilyenekben, hogy attól fog meggyógyulni egy kisgyerek, ha tovább küldünk egy nyavajás levelet. Vagy lehet, hogy már meg is gyógyult azóta, és meg még mindig küld. Ti mennyi spamet kaptok? De most itt ezek a körlevel... Igen. Tehát, amit hát így... most körlevéről konkrétan. Aha. Körlevelet keveset. Körlevelet, hál' Istennek keveset. Meg most már hosszas-hosszas ügyeskedések után a levelező spamjeimet is sikerült kiírtani, úgyhogy már elenyésző. Néha még azért kapok egy, hogyan lehetne a péniszed olyan iszonyatosan nagy tematikára fölépített leveleket, meg... Esetleg, hogy a millió dollárodból milyen részvényeket vegyél, én ilyeneket szoktam most nem kapni. Illetve, hogy a nigériai alkonszul. Igen, unokahoga vagyok. 600 millió dollárja, de csak akkor vett így föl, hogyha 3000 forintért kivált egy bankkártyát, és hát... Annyira nincs, viszont átutalna neked egy milliót, de előbb utalját neki 5000-et. Próbáltatok pár ilyen témákat tovább küldeni? Tehát volt olyan körlevél valaha is, amit tovább pattintottatok? Hát erre csak egy József Attila vers címével tudnék erre felelni, nem soha. Ti se küldjetek tovább körleveleket, mert hát tisztelet a kivételnek, ami nem sok van, nem sok értelmük van. Azt kérdezi, Tyr Richard, vagy Tyr, úgy is lehet mondani. És Tyr 2 Richard. Ha ír valami kis vagy nagy játékot, és beszeretné küldeni nekünk, hova küldje, C-ben és Assembly-ben programozik, és feltűnt, hogy van egy GS regiszter a processzorban. Ez is a világuralmi törekvés része olyan? Hogyne. Uh-huh. Hogyne. Ezen kívül még fenntartunk PC World és Computer World számítástechnika regisztereket is, csak akkor ezek szerint Richard ezeket nem fedezte fel. Még. De ők már felfedezték őt. Lenne kedvünk nekünk értékelni olyan játékokat, amiket az olvasók készítenek? Hogyne. Aha. Küldjék el attachmentként az arena@gamestar.hu-ra. Így van, és írják rá, hogy semmiképpen se Ender és Mazur review-zza őket, és akkor még azt is megúszszák. Ez legyen a subjectben. Nehogy Ender és nehogy Mazur. Egy kivétele, hogyha mondjuk például Hurka úr kalandjai címen elkészült kalandjátékot, azt sok szeretettel várjátok. Hurka úr nem adja könnyen ám a nevét bármihez. Tele van sztáralőrökkel mostanában. Most, hogy hát meg a royalty, ugye, nem két fillér. Nem volt egyszerű megszerezni Hurka urat a műsornak. Azt mondja, hogy Kecskés Norbert, GST-vel kapcsolatban szeretnék mondani valamit, ami szintén nagyon jó. Azt tetszik a legjobban, hogy külön műsort adtatok Endernek és Mazurnak. Ők feldobják az egészet, mert nagyon bolondok. Ugyan magad a szó jó értelmében. Bolondok. Bolondok, igen. Bolond. Jobb bolond, meg bal bolond. A szó szerint a földön feküdt a röhögéstől, mire végignézte. Reméli a jövőben is így marad. Magyarán szeretne a földön feküdni. Szegény Norbert. Hát én elképzelem Norbertet, amint napok óta fekszik a földön, anyuci hozza a kaját. Így, hogy le tudta rántani a billenetyűzetet a zsinórnak, hogy írjon egy levelet. Hát meg a TFT monitort is úgy kell dönteni, hogy pont így lehessen látni mindent. Azért kedves Norbert, hogyha sokat akarsz a földön feküdni, lehetőleg a WC közelébe feküdj, mert hát kellemetlen következményekkel járhat, hogyha messze fekszel a WC-tól. Vagy vonatkozó szakirodalmat elolvashatja, például Franz Kafka átváltozás. Hát ha már Kecskés, az már nem olyan messze van a Samsától. Samsa. Ti mitől feküdtetek utoljára a földön röhögve? Emlékeztek ti ilyenre? Nem is tudom. Ja igen, nem szabad ilyen kereszt platformos dolgok. Szabad. Kedves nejemmel víztünk. És az első két percben ugye ő mit vétettem, hogy már megint a hülye játékai. Hát szokás a szakma jártam. És 5 perc után pedig már tolta szét a bútorokat, és már leverte a saját térdét, az én vállamat. És ott borult minden, az asztalt is felrúgta egyszer. Nagyon vicc, ő egy nem mindegy, szóval. Ezt hosszan sem tudnám fejtegetni, de fölösleges, nagyon vicces volt. Élveztétek, ez a lényeg. Utolsó kérdés, ami ma a mai műsorban elhangzik, vagy kérés, Fekete Gábor alias Davel. Kérés azt mondja, hogy szóljunk rá Duncanre,
hogy a GTA-t ne ejtse úgy, hogy GTA, mert nem helyes. A játék címe Grand Theft Auto. Grand. Illetve azt, hogy Fallout, bocsánat, megpróbálom szó szerint felolvasni. Fallout. Ja, és a Fallout, Fallout ejtés egy zavaró, mivel szerintem minden magyar rajongó Falloutnak ejti, köztük ő is. Nem tudom, hogy kedves Gábor tudja-e, hogy a fall szó angolul ugye az a fall, és az out szó meg az out. Tehát ennek kombinációjából még a magyar rajongóknak is annak kéne kijönnie, hogy nem Fallout a játék neve, hanem Fallout. És a GTA-t vajon miért ejti úgy, mondjuk azért Duncan el szokott ezzel modorozni, ezzel a GTA-vel, azért én ezt megfigyeltem. Elő-elő. Ezzel együtt szeretjük. De egyébként az angol ABC szabályai szerint ABCDEFG, ugye a G betűjeltése G, az éjjel kezdődik, ugye a T az már a végén van, most nem mondom meg az ABC-t. Kétségtelen, hogy magyarul GTA-nak kell egy betűszót ejteni, de ha ez egy angol betűszó, akkor ezt lehet GTA-nek is. Hát a ACS-t is inkább ácsnak mondjuk így magyarul. Igen, vagy például a AC-DC zenekar is, ugye AC-DC. AC-Villám-DC. AC-Villám-DC zenekar. De a legjobbakkal is előfordul, hogy összekeverik, emlékeztet még a parlamentben arra a csú párt. Hát igen, a csú, a német csú párt. Maradjunk búcsúzásképpen annyira, vagy annyival, hogy az U2 zenekart is inkább U2-nak ejtsük, és maradjunk a GTA-nél, hogy jó, az GTA-nak is, úgy magyarosan, meg józsefvárosiasan, de GTA-nek is, és a Fallout az tényleg Fallout. Nem Fallout. Azért megvolt ennek kisebb a marinális tanulsága. Nem Fallout, Fallout. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Következő havi főzősongba várjuk Stál Mazurt és Stál Judit. Nem, nagyon oké. Leveses Stál. De majd, ha véletlenül Stál Judit felhív téged, azért kamerát majd kölcsön adjuk. És... Na most szerintem lehet, hogy berág, pedig nagy tisztelője vagyok. Főzünk gyorsan finomat, alapmű. Szuper. Most már remélem így nem perelve. Köszönjük, hogy itt voltatok, és decemberben karácsonyi kiadással jelentkezik majd a GameStar TV Arena. Addig is kellemes pihenést, vegyetek sok szép ajándékot nekünk, és küldjétek el az arena@gamestar.hu címre. Csatoljátok ezt a táblacsokit. Hát a táblacsokit azt lehet csatolni, van posta címünk is, benne van az újságban. Köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok! Szia! Ez szó szerint jó volt csattanónak az. Hát ezt nem vállaltam volna, mert te kérsz meg rá. Mondtál valamit az Zmegre végző. Zmeg. Meg kisipolja a berkenyt.